Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőket, hallgatókat. Szeretnénk a dualizmus korszakának társadalmával foglalkozni és életmódjával. Mindig fölmerül az a kérdés, hogy egy adott rendszer megváltozik, újjáalakul, egy új államalakulat jön létre, a politikai, gazdasági jellemzők mellett az embereknek mivel találkoznak, miről emlékeznek meg évtizedek múlva, hogy milyen volt ez a korszak. És ez pontosan az életmód, hogy hogyan éltünk, mik voltak a jellemző eszközök, tárgyak, műsorok akár, milyen légkörben zajlott le az adott korszak. És ezt szeretnénk megvizsgálni, hogy ebben az időszakban, az úgynevezett boldog békeidők időszakában, az 1867-től 1914-ig terjedő időszakban, tulajdonképpen hogyan éltek a magyar emberek? Természetesen ennek csak egy szűk vázlatát tudjuk ehelyett megkísérelni, átadni. Az alapvető fogalom, amiről beszélnünk kell, és amit föl kell dobnunk, ez az úgynevezett torlódó társadalom, amit jó is, hogyha megjegyeznek a kedves hallgatók, hiszen ez előfordulhat a későbbiekben, bármilyen tesztben, érettségiben. A torlódó társadalom a dualizmus korában azt jelentette, hogy már megindult ugye a gazdaságnak az átalakulása, azok a jogi alapok le voltak fektetve, hogy hogyan tud egy középkorias, elmaradott, rendi típusú társadalom modernizálódni. Ez a folyamat megindult. Ugyanakkor azok a rétegek és csoportok, akik abban nőttek föl egy másik világban tulajdonképpen, amit nevezhetünk ugye kis túlzással késő középkorias életformának és világnak, ezek együtt egyszerre jelentkeztek, egymás hátára torlódtak, ahogy ebben a kis ábrában is láthatjuk. Két világ határán táncolt az akkori magyar társadalom, amiben megvoltak a polgári jellegű eszmények, és ugyanakkor megvoltak még a középkor olyan fajta hangulata, vagy hagyományai, vagy viselkedés kultúrája, ami jócskán okozott egyfajta feszültségeket, de ennek ellenére a korszaknak az emberei ezt nem találták furcsának, hanem ezt teljes természetességgel tudtak együtt élni. Ha ránézünk erre az ábrára, azt láthatjuk, hogy a társadalmi piramis csúcsán két csoportot találhatunk, az arisztokráciát és a nagypolgárságot, nem véletlenül az arányok, ugye az arisztokráciának a nagyobb létszámát jelentik, majd fogunk erről külön beszélni, hogy tulajdonképpen körülbelül hányan voltak. Ők a társadalom vezető rétege, a nagypolgárság nyilván iparral foglalkozik és részben kereskedéssel, az arisztokrácia pedig hagyományosan a földbirtokosokat mutatja. Alattuk a úgynevezett középrétegeket láthatjuk, kisebb mozgásra már lehetőség volt. A középpolgárságba fölemelkedhettek már értelmiségiek, tehát olyan emberek, akik nem biztos, hogy a vagyonuk és a születésük miatt kerültek arra a társadalmi pozícióba, hanem a tudásuk és a szorgalmuk miatt, amit etéren is mindenkinek ajánlok, hogy ez egy mai napon is, ezekben az időkben is meglévő legális fölemelkedési forma. Tehát ebben az időben már volt arra lehetőség, hogy ez az úgynevezett középrétegből, a középpolgárság felől szinte a birtokos nemesség életszínvonalát és annak jogait megélhessék a középpolgárság nem nemesi képviselői. Láthatunk egy kisebb fajta nyilat, ami a gentry kifejezés felé vezet. A gentry életforma ugye nagyon híressé vált ebben a korszakban, nem kis részben Mikszáth Kálmán regényeire, ha gondolunk, a Noszti fiú esete a Tóth Marival, a Gavallérok és más írások, novellák, regények miatt. A gentry ugye az elszegényedett nemes birtokosnak a képviselője volt, egy olyan fajta ideált jelentett mégis ebben az adott korszakban, amit az ez alatti rétegek jelentős része, például a kispolgárok, például ugye a céhes mesterek is megpróbáltak valamilyen módon fölvenni. Ez egy eléggé látszat jellegű világ volt, hiszen ahogy a Gavallérok című műben is olvashatjuk, sokszor a külső kinézetre, sokszor a viselkedés kultúrára,
akár kölcsönökből való életformára tagozódott, de mégis sokaknak lett a példaképe, mutatnék is egy képet így a Gentryről, két jellegzetes képe ennek a kornak. Visszakanyarodva a társadalmi piramishoz, azt láthatjuk, ugye, hogy ahogy sokasodnak a különböző rétegek létszámukban, természetesen az összetételeknek a sűrűsége egyre nő, de a társadalomban a legalapvetőbb, a legalján lévő úgymond emberi csoportoknak is már megvolt a lehetőségük a mozgásra, tehát úgy mondjuk, hogy a társadalmi mobilitásra megnyílt az út. Nem a mai értelemben, és nem abban a széles spektrumban, amit egy mai modern polgári államban megszoktunk és elvárnánk, de azért volt lehetőség arra, hogy a társadalomban fölemelkedés megindulhasson. Szeretnénk az egyes csoportokról akkor részletesebben is beszélni. Az említett birtokos arisztokrácia a hatalomnak a hagyományos képviselője volt. Körülbelül 2000 családot jelentett ez, hercegi, bárói, grófi címeket viseltek, tehát főnemesek voltak, összejártak, tartották egymás közt a bálokat, kapcsolatrendszert, és igyekeztek egy kicsit ugye megőrizni mindazt, ami viharosan változott és szélsebesen alakult át körülöttük. Ez a modern polgári világnak, ha tetszik, valamiképpen megpróbáltak a nyertesei lenni, de részben a szakértelmük, részben a mentalitásuk nem volt elégséges ehhez, viszont a címük és a rangjuk még egy jó ideig azt garantálta, legalábbis a Horthy korszaknak az elejéig, közepéig, hogy a tekintélyt élvezzenek a társadalomon belül, a társadalom csúcsán. Hasonlóképpen a nagypolgárok, akik ebben a korban még kevesebb számban voltak, mint az arisztokraták, pénzügyel, kereskedelemmel, iparral foglalkoztak, természetesen mint tulajdonosok, bankárok, cégvezérek, befektetők, számos emancipált, tehát olyan egyenjogúságot szerzett zsidó is volt közöttük, zsidó iparosok, akiket a korabeli korban is becsültek, tiszteltek, jelentős vállalatokat hoztak létre, és ennek a csoportnak még fontos jellemzői, fontos rétegei voltak még a német származású polgárok is, és összekötötte ezt a réteget a különböző származáson túl, inkább ugye ami szétválasztotta, az, hogy nagyrészt Budapesten laktak, kényelmes polgári lakásaik voltak, amelyeknek némelyike ma is megtalálható, például az Andrássy úton, bár azt már nagykövetségek és hivatalok és ügyvédi irodák használják. A következő csoport a középosztálya, már említett középosztály volt, ami ugye életmódjában, kinézetében a gentrynek a külsőségeit próbálta fölvenni. Ehhez a csoporthoz hivatali vezetők tartoztak, gimnáziumi tanárok, tisztek, akiknél tulajdonképpen mind a szokásaikat, mind az életvezetésüket tekintve szintén egy keveredés volt megfigyelhető, hiszen polgári viszonyok között éltek, de mégis fölnéztek azokra a régi nemesi előkelőnek gondolt életformára, öltözködésre, akár szóhasználatra, amit a gentry közvetített feléjük. A kispolgárok rétegénél nagyon fontos volt, hogy van saját tulajdonuk. Saját műhelyen rendelkező cipészek, pékek, lakatosok és más mesteremberek, valamint a hivatali ranglétrán nem a vezető, hanem a beosztott hivatali ügyintézők tartoztak ide, valamint az úgynevezett szatócsboltoknak a tulajdonosai. A szatócs egy fontos embere volt az adott vidéki közösségnek, tulajdonképpen azt mondhatnánk, ő volt a vegyesboltos, akinél minden megtalálható volt. Ezek az emberek is egy sajátos öntudattal rendelkeztek, hiszen a maguk urai voltak, nem tartoztak más embernek az uralma alá, de a vagyontárgyuknak a nagysága nem tette azt lehetővé, hogy az úgynevezett úri embereknek a világába bekerüljenek, idézőjelbe téve az úri emberséget. Az ipari munkásság részint hasonló sorban élt,
legalábbis annak a felső része a szakmunkások, akik nem kis része külföldről, Csehországból, Németországból származott, és igen képzett és megbecsült embereknek számítottak, tehát az ő életformájuk, életmódjuk már elérte a kispolgároknak az életmódját. A betanított munkások és segédmunkások viszont náluknál jóval kevesebb megbecsültségnek örventek, mind anyagi viszonyaikat tekintve, mind a társadalomban elfoglalt helyzetre nézve. Náluk is kevesebb becsületet kaptak, természetesen nem jogi, hanem mindennapi értelemben a parasztsághoz tartozó széles, nagy társadalmi csoport. Azt mondhatjuk, hogy ők voltak a legtöbben, a korabeli Magyarországon 10 millió fő tartozott a földművelők a parasztoknak a sorába, és azt is láthatjuk, hogy a parasztság egy nagyon tagolt réteg volt ebben a korban már. Ugye a jobbágy felszabadítás már megtörtént 1848-ban. Nem volt kétséges az, hogy a földművesek azok nem más hatósága alá tartoznak, nem egy félig szabad függésben élnek, évtizedeket reménytelenül robotolva egy földesúr számára. Ha tetszik, fölfoghatjuk őket farmernek vagy szabadvállalkozónak, azonban a helyzetük korán sem volt mindegyik őknek ennyire kedvező. Voltak, akik közülük akár saját ügyességük, vállalkozókedvük, szerencséjüknek a kapcsán kiemelkedhettek, ők alkották a gazdag paraszti réteget. Voltak olyanok, akik megközelítették ezt a csoportot. A gazdag parasztok akár 80-90, néha 100 hold földdel is rendelkezhettek, több alkalmazottjuk volt. A középparasztság viszont inkább a saját családtagjaival dolgozott, egy-két alkalmazottat idén szerint aratáskor csépléskét tudott fogadni. Náluknál is lecsúszottabb réteg volt, megmutatnám még egyszer a társadalmi piramisnál, a szegény parasztság és az úgynevezett agrárproletáriátus, vagy uradalmi cselédség. A legalsó rétegre rátérve, ugye az uradalmi cselédség már nem is rendelkezett saját földdel, ők különböző nagybirtokosoknak a házaiban, úgynevezett cselédházakban laktak, I.S. Gyula Puszták népe című könyvében is írnak uradalmi cselédekről, ugye egy későbbi korszakban járunk, de mégis megmaradt az ő társadalmi csoportjuk. Az uradalmi cselédség, vagy agrárproletáriátus, ugye ki volt szolgáltatva teljesen a munkaadójának, hiszen rövid lejáratú szerződéseket kötöttek velük bizonyos munkákra, illetve ide tartoztak még azok a kubikusok, akiknek nem volt esetleg más vagyonuk, csak a saját talicskájuk és lapátjuk, és országos állami építkezésekben vettek részt, egy-egy idénymunkára szerződtették le őket, saját föld hián tulajdonképpen ki voltak szolgáltatva a piaci viszonyoknak, a munkaadónak, a kényének, kedvének. Így látható a társadalmi piramis, és ezért nagyon fontos megértenünk, hogy a dualizmus korszakában ez a torlódó társadalom mit is jelentett. A régi típusú középkorból jött felfogások és rétegeknek az életeszményei, és az újonnan átvett az a korabeli Európából beszivárgó polgári életeszmények, gondolkodási mód és vállalkozó kedv keveredett tulajdonképpen a torlódó társadalomnak a mindennapjaiban. Nagyon fontos területre szeretnénk áttérni, ami újdonság volt ebben a korszakban, megjelent a szabadidő. Az emberek jelentős része egészen hosszú ideig tulajdonképpen nem élvezte ezt az áldást. A szabadidő azt jelentette, hogy egyre inkább lehetősége volt az embereknek a munka után olyan tevékenységeket űzni, amik ma nagyon ismertek, és ugye szolgáltatóipar, szórakoztatóipar épül ezekre a területeknek a lefedésére és hasznosítására. A kornak jelentős találkozóhelye volt a kávéház, ahol ugye számos író és költő is alkotta a műveit. A kávéházi kultúra abban az időben lett általános és közkedvelt. A kávéházban ugye nem csak italt fogyasztottak és kisebb ételeket, menüket, reggeliket fogyasztottak, hanem
politizálás, újságoknak a szemlézése, kártyacsaták és egyáltalán egy társadalmi találkozó helynek is számított. Abban az időben, amiről beszélünk, a dualizmus korában lett a tömegkultúra végletesen elterjedve. A tömegkultúra a magas kultúrától elvált. Mind a két fogalmat szeretném definiálni és elmagyarázni. A magas kultúra ugye mai napig is azt jelenti, amit egy vékony réteg a társadalomban érez a magáinak, és igazából nem annyira közkedvelt, részint mert nehezebben érthető, részint azért, mert drágább. Ide tartozik az opera, a színházaknak a világa, az igényes irodalomolvasás, ezt nevezzük magas kultúrának. A tömegkultúra viszont, ami a mai évtizedekben, a mi 21. századi évszázadunkban végképp uralkodóvá vált, már megjelent a dualizmusnak a korában. Tehát megjelennek az olyan fajta színházak, amit operett színháznak vagy musicaleknek mondanánk, amik szórakoztatásra helyezik a hangsúlyt, és nem annyira a drámaiságra, a mélyebb mondani való átadására. Megjelenik a mozi. Ugye a Lumière testvérek egy párizsi technikus házas pár, most a testvérpár feltalálta mozgóképek, elég gyorsan eljutnak Magyarországra, és ezeket ugye nagy látványosságként mutatják be, azokat a távolról hozott filmtekercseket, felvételeket, ahol olyan vidékekbe, olyan egzotikus tájaknak az életmódjába is bepillantást nyerhettek a korabeli nézők, viszonylag alacsony árért egyébként, amiben lehetőségük és reményük sem volt, hogy valaha el tudnak utazni. Ugyanebben a korszakban indul meg a turizmus, hogy az emberek passzióból is elutaznak más vidékekre, hogy látni fogjuk, elsősorban üdülési, nyaralási céllal, de ez még nem a tömegeknek a kiváltsága, hanem kiváltságosoké, szűk elit rétegnek a lehetősége, hogy távoli országokba utazásokat tegyen. A kisebb kép az első magyar film 1901-ben született meg, a Tánc című magyar film, ami azóta sajnos elveszett, tehát nincsen kópiája, csak egy-két képe maradt fönt. Az első magyar film, tehát látható az egész találmány megszületésétől és elterjedésétől szűk 5-6 éven belül már volt Magyarországon filmgyártás, elsősorban szórakoztatóipari céllal. A korabeli reklámokra rápillantva is azt mondhatjuk, hogy a ma már jól ismert fogyasztói társadalom erőteljes növekedésnek indult a dualizmusnak a korában. Ezek a jól ismert reklámok ugye részben olyan árucikkekkel, amik azóta is megmaradtak, ugye a Hertz szalámira gondolunk, vagy a hanglemez felvételre, amit láthatunk egy korabeli reklámban a századnak a végén, mind-mind azt bizonyítják, hogy az emberek megtanultak, illetve az embereket megtanították ezek a reklámok olyan igényeknek a utáni vágyra, amiknek a betöltése ugye egész iparágokat generált, a reklámipar azóta is így működik. Nagyon érdekes, hogy az emberek kikapcsolódása, ugye akkor még az olvasás nagyon fontos volt, és az olvasásnak az a területe is megjelenik, amit ma bulvárnak vagy ponyva irodalomnak nevezünk. Ma már ugye inkább a bulvár az a mozgókép irányába tolódik el, de ma is vannak ilyen úgynevezett bulvár irodalmak. Az utazásról beszéltem, és ez is egy új jelenségként jelenik meg, hogy az említett ugye, gazdagabb rétegek előkelőbb társadalmi osztályokban már divattá vált az utazás, mint kikapcsolódás. Két nagy helyszín is rendelkezésre állt, természetesen számos más kisebb mellett. Abbázia, ugye a mai Rijeka, illetve, bocsánat, Opátia, Horvátországnak egy fontos és kedvelt turisztikai helyszíne, ahová divat volt elutazni a magyar nemeseknek és a polgárságnak, a módosabb képviselőnek is, hogy ha valaki Abbáziában töltött egy vagy két hetet, akkor úgy érezhette, hogy tulajdonképpen egy modern és divatos cselekményt hajt végre.
Ugyancsak ugye a belföldi turizmus is kezdett föllendülni, a Balaton fölfedezése már a reformkorban megindult. Hévíz, ugye mint fürdőváros, üdülőváros, a világ szenzációnak azóta is számító vulkánikus eredetű tavával és gyógyhatásával egyre népszerűbb lett. Az első jellegzetes, mai napig is látható fürdőházak akkor épültek. Nagyon fontos és jellemző területe a szabadidő hasznos eltöltésének a sportélet. Meg létrejönnek az első sportegyesületek, ugye az MTK, a Ferencvárosi Tornaklub, az Újpesti Dózsa, majd egy kicsivel később. Azok a területek, azok a csapatok, amelyek látványos sportágakat karolnak föl elsősorban, de nem csak ezeket, de természetesen az azóta is nagy sikernek örvendő futball már akkor is jelentős nézőközönséget vonzott magával. És végezetül szeretnék egy kiváló magyar sportembert is megemlíteni, akinek a személyes példája jelképértékű volt ebben a korszakban, illetve a következő században, hiszen az első magyar olimpikonunk Hajós Alfrédnek az élete maga is példázza, hogy a tehetség, a sokirányú és kitartó szorgalom lehetőséget jelentett a fölemelkedésre. Hajós Alfréd az első és a második aranyérmet is megnyerte, ugye az aténi első újkori olimpián, de foglalkozott fotballal is, volt játékvezető, sportújságíró is, számos híres építmény is az ő tervezésének a kezenyomát viseli. Azért is szeretném figyelmet ajánlani a kedves nézőknek Hajós Alfrédat, mert a személyisége mindenképpen példázat értékű volt, hogy a dualizmus milyen lehetőségeket nyitott meg a fölemelkedő tehetséges ember számára. Ez a sportoló, ugye és egyben értelmiségi, jól mintázza a dualizmus polgári rendszerét, ami azonban kényszerűségből a első világháború után majd sokkal keserűbb és nehézesebb korszakot hoz el nem kis részben a zsidóság számára is. Köszönöm a figyelmet!